Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Hozz egy verset, a Rimportré magazin, én Rutai Gábor költőmata vagyok, és ma is egy vendég, és egy általa hozott vers lesz a főszerepben, és majd meglátjuk, hogy ennek ellenére mi mindenről fogunk beszélgetni. Egy olyan vendéggel, aki... Vel kapcsolatban mindig szokták kérdezni, ugye tőlem barátok, ismerősök, hogy na ki lesz a következő vendéged, és amikor mondtam most, hogy ki lesz, akkor kétféle választ kaptam. Az egyik válasz az volt, hogy hát az meg ki. A másik válasz meg az volt, hogy úristenőt nagyon imádom. Úgyhogy az egyáltalán nem reprezentatív felmérésem kapcsán azt tudom elmondani, hogy Magyarország lakosságát kétfelé tudom még, ha nem is egyenlányban osztani. Az egyik fele nem tudja, hogy ki az a Vály István, a másik fele meg imádja. Szia, köszöntelek. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Meg ugye van még egy nem elhanyagolható harmadik rész is, aki viszont utál, de ez a megosztó személyiségek átka. Szóval ez nyugodtan hozzá teheted, ide. De, de én nem. Én, vele. Tehát hogy azért mondtam direkt így, mert én nem kaptam ilyen visszajelzést, és én gondolom, hogy hogy az a. Viszonylag zárt szegmens, ahol te népszerű vagy meg jól ismert. Ott lehet, hogy így már ketté lehet osztani, de mondjuk ha nyitunk tényleg, akkor például itt vagyok én, aki nem vagyok egy kifejezetten nagy ilyen autópusz, Mégis ismerem a munkásságodat, már a legeleje óta szerintem, hogy a 2000-es évek közepetájékán bukkanhattál föl nagyjából, ha nagyjából jól az emlékeim. Tehát, hogy onnantól fogva én azért láttalak téged többször, nem sikerült megutálni, így gondoltam, hogy talán ezzel mások is így vannak. Hát köszönöm ad... szépen. Nézd, én nagyon szeretnék is, szeretnék is megmutatni minél többet, nem csak magamból, hanem abból, ami, amik, amik vagyunk, meg ami vagyok. És egyáltalán nem baj Annak nálunk tudatos lesz, hogy kicsit lépjünk ki ebből az autós sztoriból, mert néha már tényleg a könyökömön jön ki. Hát <laughs> azt nem csodálom. És annyi, annyi minden van még, ami érdekel, meg amiben úgy gondolom, hogy beleástuk magunkat hosszú évek alatt, vagy beleástam magam, hogy, hogy nem is baj. Sőt, nagyon örülök pont ezért, hogy hogy, hogy hogy itt lehetek. Hát az autós világot én kb. úgy képzelem el, hogy, hogy ott mindenki nagyon-nagyon okos és tudja a tutit ugyancsak mondjuk a, a, mondjuk a futballvilágban is kb. nagyjából ez van, meg mondjuk a politikában, tehát mindenki vágja, vágja a tutit. Én amikor így néha olvasok ilyen autós cikkeket, és megnézem a kommenteket, azért nem azt látom, hogy hogy, hogy mondjam, ilyen IQ magasságokat kell mm -hmm. megugrani. H Ilyen formán nem csodálom azért, hogy egy olyan embernek, mint, mint te, akiből én azt láttam, hogy azt feltételezem, hogy kulturálisan egy kicsikét tágabb mozgástéren működik, sőt, Szép. hát még szavalni is <laughs> láttalak valamelyik, vagy hallottalak valamelyik videódban, Nézz nem szartam, is olyan rég. Igen. Tehát én az, azt gondolom, hogy egy ilyen, sőt, még zenészt és nem mindegy, ez sok mindenről lesz még szó ebben az adásban. De hogy, hogy, lehet, hogy, hogy valóban be lehet sokkalni azért? Hát nézd, tudod, autója szinte mindenkinek van, foci meccset mindenki látott már, innentől kezdve mindenkinek megvan a véleménye. És most, hát te, te, felvállaltan ezen a játszótéren mozogsz, akkor eleve konfrontálódsz eltérő véleményekkel, vagy más milyen meglátásokkal, csak nem mindegy tudod, hogy, hogy, hogy ebbe éled le az életed, nagyon-nagyon régen, és mélyen belelátsz, és látsz esetleg olyan mélyebb összefüggéseket, de ezt te is nagyon jól tudod a saját szakmádból, amiket az átlagember nem, vagy, vagy, csak így úgymond ugatod a témán. És nagyon nehéz ez, mert, mert egy idő után már belefáradsz így hosszan magyarázni, hogy miért mondod azt, amit mondasz, és azt mondod, hogy jó, figyelj, nem fogadod el, nem fogadod el, de nagyon sok energiát elvenne, hogyha minden mondatod mögé odaállítanál egy közlekedési rendőrt, vagy egy értelmező kézi szótát, hogy ezt azért gondoltam így, mert annak idén a sok. A sok. Ezt kell megtanulni elengedni. Ez a legnehezebb szerintem ebbe, a, ebbe az újságíró szakmában, meg ebbe, amikor te véleményt formálsz meg, hogy elengedni azt, amit, amit a közvélekedés, rengeteg a téfit, ami, ami terjeg, meg kering. Ezek ellen küzdhetsz egy ideig, de ez egy ilyen Don Quixote-féle Aha. Hát akkor inkább úgy vagy vele, hogy te elmondod a magadét, és aztán. Ha megkérdezik, kifejtem szívesen, Aha. de mikor a kommentáblagba kéne már ott leállni valakivel, elmagyarázni a fintéli háborút, vagy a, vagy a PDTDI motorokat, akkor azt mondod, hogy figyelj, ezt inkább engedjük el, mert annyi olyan aspektusa, annyi olyan feltétele, vagy, vagy követelménye, vagy körülménye volt annak, hogy a dolgok úgy történtek, amiből lehet, hogy te látsz ötöt, hatot. Csak ugye a kép az, az, egy, az egy sokkal tágasabb dolog, és mi ebbe vagyunk, ebbe létezünk nagyon sok éve, nem csak helyi-lokális szinten, hanem mi beszélünk azokkal az emberekkel, akik formálják ezt, és érted a logikus gondolkodást, módot mögöttük, meg, meg átlátod, hogy ezt most azért kellett így, mert, mert a körülmények olyanok voltak, de ezt az átlagember nem nézi sokszor, csak az eredményével szembesülnek, hogy na, ez is elromlott, ez a szar. Babocsánat. <laughs> és onnantól kezdve neki megvan a vélemény róla, nem gondol bele, hogy az miért uh -huh. történt úgy. Ahogy. Jó, nyilván, hogyha valaki 24 órában kb. ebben van, most sarkítom, akkor több információval rendelkezik. És állok le egy, egy, atomreaktor fölött vitatkozni azzal, aki azt ott menedzseli tíz éve, mert tudom, hogy tehát valószínűleg sokkal-sokkal többet tud mm. róla, mint én, és nem fogom belevinni ebbe, mert, mert tényleg olyan, mint, hogyha egy, egy, egy téglafalnak magyarázni, mert tehát én hülye vagyok hozzá. Mennyire sok energiát emészt föl számodra ma már, mondjuk ilyen, nem tudom, 20 akárhány év után, azt hogy kövesd azt, ami történik a te szakmádban, és most nem a részletek érdekelnek, mm -hmm. hanem a te személyiséged mennyire e, falja még ezeket a, a ezt a tempót, ami, ami most ebben az iparágban van, e, és mennyire marad időd azokra a más dolgokra, amikről még nem fogunk, e, még nem beszéltünk, de már említetted, hogy próbálnál nyitni. Mm -hmm. Hogy tudod tartani az egyensúlyt, miközben azért tegyük hozzá a, 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 azok kedvére, akik nem ismernek, hogy hogy egy hétköznapi családi életet élsz, két gyermekkel, ja, és igen, hát ők is. Helyelközzel igen, helye, helye, helye közel igen. <laughs> helye igen. Azért a, a családi körülményem is megváltoztak, de igen, van két gyermekem, meg, meg élünk, meg család, meg, meg a kedvesemmel. Próbálok szabadidőt szakítani. Én nézd, én úgy gondolom, hogy hm, ez egy jó kérdés, mert erről is megint mindenkinek megvan a véleménye. De szerintem nagyon sokan átélték már azt a helyzetet, amikor egy idő után, és ez lehet, hogy korral jár, nem tudom, hogy ez lehet régen úgy hívtak, hogy megbölcsül az ember, vagy bölcsebbé válik, egy idő után megtanulod priorizálni a, a, dolgokat. Mert amíg fiatal vagy, meg, meg még úgy gondolod, hogy most, most, van az építési fázis, és most kaparni kell, meg teperni kell, meg hajtani a verklit, tekerni a verklit, akkor mindent, mindent próbálsz, akkor 30 órából áll egy nap, de korral aztán letisztul, és megtanulod beosztani az időt, illetve megtanulod, megerő, erőszakot tanulsz venni magadon annyira, hogy azt mond, hogy már pedig most én ezt elengedem, és kimegyek a kertbe teraszt építeni. Uh -huh. Ez erő, ez egy elhatározás kérdése, csak idő kell ahhoz, hogy eljuss oda, hogy megértsd, hogy mindennek a végén, ami benned kérdésként felmerül, egy igen vagy egy nem van. És ha te megspórolod az oda vezető utat hónapokat, heteket, amíg rágódsz egy problémán, vagy akár órákat is, és a már te tudod, hogy mit akarsz. Csak próbálod még magadnak egy kicsit, hogy hát, ha nem, és rögtön a végére ugrasz, nagyon sok időt spórolsz meg, és ezt az időt el tudod használni másra. Szóval így... Igen, ez egyébként van egy ilyen mondás, vagy nem tudom, hozzáállás stratégia, nem tudom, minek hívjam, ami azt mondja, hogy egy gyors nem, az sokkal többet ér, mint egy hosszan nyögve elnyújtott igen, sok esetben. A vége mindig ez. Nincs. Vagy egy igen van, vagy egy nem. És uh, nyilván nekem nagyon sok időmet elveszi az, hogy. Uh, olvassak, figyeljem az, az, iperági híreket, elő vagyok fizetve, arállak sok külföldi szaklapra, tudod, ezek már előfizetősek az ilyen uh -huh. szakmai, vagy akár, akár, Financial Times jellegű üzleti lapokra, mert onnan is nagyon sok mindent összeszed, ezeket figyelned kell. A szabad időben egy kicsit ledőszest elolvasod olvasod az ilyen híreket reggel, vagy akár napközben, de messze nem, nincsenek már ezek olyan magasan a prioritási listámon, mint voltak mondjuk tizen évvel ezelőtt, amikor ez, a, ez az építő uh -huh. fázis volt. Nyilván kell, hogy, hogy annak, amit mondasz, annak legyen egy egy indokolható alapja, vagy egy háttere, hogy ne csak így séróbú mondját, hanem azt mondod, hogy de nézd meg, hát itt vannak most például tegnap én a, 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 a Volkswagen részvényesésével beástam bele magam, hogy az utóbbi 18 hónapban hogyan alakultak, mert megkérdőjelezték azt, amit írtam, és akkor szépen beraktam neki oda, hogy de nézd meg, hát így alakult a részvény ez az nem azt jelenti, hogy jó megy, ez azt jelenti, hogy rosszul megy. És ezekbe így bele kell magadásnod, hogy így nagyjából képbe legyél, de ez csak a szakma. Igen. Ez az, ami a munkádhoz kell. Nagyon mm, élesen, külön kell választani a munkát, meg a magánéletet. Ez nekem nagyon sokáig nem sikerült. Én, én húsz évig ebbe hazavittem, most is azért sokszor hazaviszem a munkát, de már nem. Már, meg, már el tudom engedni. Már el tudom engedni, mert egyszerűen muszáj. Basszus, 43 éves vagyok, most már egy kicsit az én jólétemmel, meg a gyerekeimmel, meg a kedvesemmel, ezzel akarok törődni, mert az sokkal fontosabb, mint, mint az, hogy most pénzt keressek, vagy én még este tízkor is ott vitatkozzak valakivel az interneten. Uh -huh. Nem. Ez a megbölcsülés, ahogy te mondod. Nem biztos, hogy az lehet, hogy pont a butulás, de ugye boldogok a lelki <laughs> szegények, mert övék a mennyek úgyhogy ha hűlök is, én jó irányba hűlök. Aha. De hogy én azt figyeltem meg rajtad, hogy valahogy ezek elkezdtek a lényeden e, úgy átjönni, hogy e, a megnyilvánulásaidban, e, a, a posztokban, a videókban, hmm. e, egyebegen is, mintha nagyobb hangsúlyt fektetnél, vagy fontosabb lenne számodra, akár ez is. Jó látod, mindig is fontos volt, csak kellett hozzá egy olyan éles az életemben hívhatjuk életmódváltásnak, elköltözésnek, válásnak akárminek, ami ami hozott talán egy egy, egy egy tiszta alapot. Uh -huh. és, és tudsz építeni valamit megint az alapoktól, ami amiről úgy gondolod, hogy az hogy most a helyes. Aha. Volt és, egy és ilyen mély depressziós időszak is, eh, ahonnan? Volt. Figyelj, azért nehéz ebben a, ebben a szakmában itt Magyarországon. Azért elég nyúzós. A stressz az, amit nem szabad hagyni magadhoz engedni. Én nagyon sokáig hattam. Akkor tényleg tíz év alatt öregettem huszat, de, de mindennek meg volt a mindenből tanulsz. Én mindenből tanultam. Én való sok-sokszor pofont magamnak osztottam ki. Na, ö ügyes, ö ö igen, de de igen, igen, kérdezd el. És, és, és én abból, abból is tanultam, tudom már, hogy hogy, vigyázz, hogyha, hogyha nem tudod, hogy hogy nem kell csinálni, akkor nem fogod tudni, hogy hogyan kell csinálni. És nekem a nem kell bő azért volt bőven. Uh -huh. Éltem is így, meg úgy, meg, meg voltam magam alatt nagyon, de meg kell tudni ebből felállni, és én, én egy nagyon kitartó ember vagyok, én soha nem adom fel azt, amit én elképzeltem. Elmegyünk a falik, ha sikerül, sikerül, ha nem, nem. De legalább megpróbálom, és uh -huh. akkor nyugodtan nyugodtan alszom. Emiatt nyilván sok embernek a tyúk szemére léptem, kicsi ez a médiapiac. Nem tud tud lépni jobbra vagy bár, hogy valakinek ne legyen ott a lába. Tízmilliós ország. Te is nagyon jó tudod, vagy. Hogy... Itt nem, nem fér el, de én ezzel sose törődtem, én nem akartam híres ember lenni, és talán pont ez különböztet meg a többiektől, hogy én soha nem vágytam arra, hogy engem megszólítsanak az utcán, vagy hogy szelfizzünk, vagy valamit. Nem. Azért szoktak. <laughs> szoktak, de ez nincs is semmi baj. Én abszolút megértem a, azokat, akik jönnek, tényleg mindenkivel szívesen elbeszélgetek, meg akkor is, amikor tényleg nem olyan egyszerű az ez a munka. Neked menet kell akkor is, ha lázas vagy, menet kell akkor is, ha a gyereket beteg, ott kell állni a képernyőn, vigyorogni kell, csinálni kell, tök mindegy, most az autós műsorú beszélünk, vagy valami másról. Ezt sokan nem veszik figyelembe, azt hiszik, hogy az élet az csak játék és mese, mind a hupikék, törpikéknek. Uh -huh. Jó, csak beülsz az autóba, utazol a világba, hát nem. Kipróbálod a jó kis kocsikat. Kipróbálod és... Kipróbál a jó kis kocsikat, és akkor mindenhová uh -huh. meghívnák, meg jó érzed magad, hát nagyon nem. Uh -huh. Nagyon nem. De én nem, fogom, én nem fogom, ezeknek, akik ezt gondolják elmagyarázni, hogy miért nem, mert, mert minek? minek? Hát sajnos csináltam én is autós műsort még a 2000-es évek közepén, hmm. boldosan, tudom, Igen, hogy egy pontosan tudom. Én Igen, hogy, ez, ez, nem annyi volt. Meg az összes többi műsor egyébként. Igen, de hát ugyanúgy is. Nem, tud, nem, tud, beteget jelenteni. Aha. Nem egyszer volt, hogy hód betegen dolgoztunk, vagy, vagy tényleg volt olyan helyzet, amikor, amikor tényleg nagy baj volt, akkor is csinálni kell otthon, akkor is csinálni uh -huh. kell. Na. Ez a nehéz. Na de mindegy, jó vagyok, köszönöm szépen, minden szuper. É, én én, én most egy nagyon elégedett ember vagyok, és én, én jól érzem magam. Nem azért, hanem annak ellenére. Na, ez a lényeg. Térjünk oda vissza, hogy mondtad, hogy, hogy másfele is szeretnél nyitni most már. Nyitottam én mindig is, csak tudod, bekategorizáltak az emberek, hogy ez az autós csávó, és mindig, amikor más témában nyilvánulok meg, vagy leírom a véleményem a saját felületeimben, akkor meghökkennek. Neked ezt nem kéne csinálni, neked azt nem kéne csinálni. Miért ne? Miért ne? Mondhatnék én mást. Én tanultam politológiát, hát történelmet. Nekem ez a hobbim. Tizenéves korom óta rengeteg gyűjtök. vannak, mindenhol ismerősök, barátok külföldön, hol ilyen szinten, hol ilyen szinten, én nagyon sok mindent tudok úgy kézből, és nyilván nem fogom uh -huh. ezt leírni, de miért ne, lehetne véleményem. Na, figyelj, menjünk akkor akkor egy picit vissza időben. Menjünk vissza. E -e -e aki nem tudná, ugye te egy felvidéki srác vagy. Igen. E még a dialektusodon érezni Igen, ezt, néha. és örömmel és jól e hall hallgatom én is. Uh -huh. e -e ha, jó, ha jól tudom, egy, egy értelmiségi családban nevelkedtél. Igen. És hogyha egy kicsit már elkezdünk a, a, a versek felé is elindulgatni, akkor azért az engem érdekelne, hogy a 80-as években Csehszlovákiában. Akkor még az volt, igen. Még. E, milyen volt a magyar kultúrával találkozni, akár a magyar irodalommal is? Jó. Jó, 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 nagyon jó. Én aztán, ezt azért merem így kijelenteni, mert van összehasonlítási alapom, én a 2000-es évek elején a Madals Pozónium kiadóban voltam Dobos László titkára. Oda járt a Tőzsér Árpád, a Dubagyula, mindenki, az egy a kortárs irodálmárok, hogy mindig. És ahogy elmúltál vagy eltűnt a közös ellenség, szerintem ez mindenütt így van, határon túl, úgy úgy eltűnt az a nyomás, ami közelebb hozta egymáshoz a, a határon túli magyarokat, uh -huh. meg az embereket. Hirtelen lett sok párt, lett sok pártvezető, ilyen érdek, lokálpolitika, olyan érdek, így eltűnt a nagy közös ellenség, és így, oh. <gül> <gül> és négyen-hat felé uh -huh. indultak el. És szerintem az, az annyira nem jó. Szóval én nem mondom azt, hogy visszasírom ezeket az időket, de sokkal összetartóbbak voltak a magyarok. Így gondolom. Én szerettem a, a, lehetett magyar irodalmat, tehát tanultuk is, magyar könyvesboltok voltak, rengeteget olvastam, apámtól rengeteg könyvem volt, több száz. Nagyon kicsi korom óta, 5 évesen én már olvastam Vernéket, aztán tizenévesen jöttek a rejtők, amiket aztán újraolvas az ember, és megérti <laughs> 20-30 évesen. Jó volt, én szerettem. Szerettem, uh -huh. szerettem, mert mind a mai napig nagyon sokat olvasok. Nagyon uh -huh. sokat. Nem csak. Nyilván most a telefonom már könnyebb, mert ott van a zsebedbe az egész könyvtár, de sokszor ugye meg kell tanulni a szemetet kiválogatni, de, de vannak nagyon jó cikkek. Könyveket mai napig vásárolok, gyűjtök, kapok. Uh -huh. Most például pont a Nyári Krisztiánnak a, 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 azt a könyvét nézegetem, ami a necsetelő, hogy melyik költő mit szeretett főzni, meg igen, ezt, igen, igyeztek igen. titán ez, ez a címe, és innen is üdvözlöm, hogy hallgatja ezt a műsort. Volt itt vendég? Ó, egy maxi jó fej szerintem, nagyon jó szakember, és egy remek író. Mindent olvasok. Uh -huh. Németül, angolul, csehül, magyarul több nyelven. Nem okoz gondot, hogyha az adott könyvem, ami engem érdekel, idegen nyelven, még lengyel könyvem is van, pedig ott azért más alánzó torló, hát az egy, eset eset egy... azt még nekem is <sus> láncolni kell a homlokomat, pedig beszélek szláv nyelveket. De ha érdekel, akkor azt az uh -huh. engem nem izgat, hogy milyen nyelven, ma meg fogom tudni azt, amit meg akarok tudni Aha. belőle. <sus> milyen volt kisgyerekként a, a, az irodalomoktatás felétek. Rendkívül jó tanáraink voltak. Uh -huh. Pont nemrégiben volt osztálytalálkozóm, illetve inkább évfolyam találkozó gimnáziumi, és én mondom neked, hogy ott a felvidéken, legalábbis mi felénk, irgalmatlan jó minőségű volt a maihoz képest mindenképpen az oktatás. Olyan magyar tanáraink voltak, idősebbek is, nem kellett a, a hangjukat fölemelni. Kicsi kicsi városba cseperedtem tornáján megvolt az a tisztelet, a... nem mindenki, nem mindenki iránt, de volt egy olyan tanár generáció, aki már az édesapámat is tanította, a Millen Piroska néni, Istennyúk például, Bárci Pista bácsi, Balájti Lajos, remélem hallgatja a műsort. Nem kellett felemelni a hangjukat, mert a tudásukat tisztelted. Nem jegyzetből dolgoztak, uh -huh. ha kellett hoztak gitárt, jó, jól írtak. Szerettük őket. Nekem mindig is volt egy nagyon pozitív kötődésem a, az irodalom meg a nyelvtan iránt. Ez adódik a családfából is, meg, 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 abból is, hogy én nagyon, nagyon szeretem, szerintem gyönyörű, gyönyörű nyelv a, Mi van a családfán? A, a magyar. Hát ugye nekem az jóformán az apai ágon az egész családom, az ők ugye Sáros Pataki, Kálvinisták, Reformátusok. E, Nagyapámat hát a Rima Szombati innen az kicsapták annak idején, hogy ő, 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 ő Sáros patakon fejezte be, mert ott a Csehszlovákia tizedik évfordulójára megalakult, vagyis hogy megalakulásának tizedik évfordulóján rendezett fáklyás menetet, és nagyapám lelkész volt ők molotov koktélal megdobáltak. Szóval azért így, uh -huh. mentek az akkoriban így, így ment az az, erős. Hát azért kicsaptak a gimnáziumban az öreget. Benne is volt az újságban. Mondom, hát ezt nem viszem És hát ugye egészen vágyi Andrásig visszamenőleg, aki az MTA első nyelvész professzora volt, és első statisztikusa, ugye az inci mellett, vissza lehet vezetni. Voltak órások a családban, meg, uh -huh. meg minden nagyon nagy kiterjedt, a, kiterjedt ez, a, ez a része a nagyanyai vagyis hogy a nagyapai ágról, meg hát, a nagyanyai ágról, ott pedig hát 16. század óta nagyjából ott vagyunk Ömörvár Aha. végig kőzogattak fölöttünk hátárokat határokat, de, de ez, így, ez, így, ez így megvan. Úgyhogy én nagyon, én nagyon. A betű, a betű az nekem nagyon. És én azért is szerettem uh -huh. volna, szerettem az újságírást is, szeretek írni, bár újabban nyilván kevesebb idő jut erre, soha nem fogom befejezni valószínűleg a könyvemet. <laughs> Mindig azt mondom, hogy majd, ha meg lesz a per költségre a pénz, majd akkor kiadom. Mert <laughs> sokan meg fognak felelni utána. De, de imádom. imádom. jó. A Pilinszki, akit ma hoztál, ő vele milyen a viszonyod? Mindig érdekes, izgalmas kérdés ebben a műsorban, hogy miért pont az a vers érkezik, és mielőtt elkezdtük a felvételt, még el, még el is morogtál egy fél mondatot, hogy hú, ma kedvem van -e ez a verses?" Igen. Hát Pilinszky, ez olyan a viszonyom, hogy az apokrif egy része, az itt van, látod, az alkalomra ne te ez az így dolog, a pusztulással egy ember lépked Halkalan, ha, ha talán nincs semmije, csak árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van, mélységesen mély dolog. Én nagyon sokszor éreztem úgy, hogy én szembe megyek a világgal. Uh -huh. Nem volt mindig hátszelem, nem hittek bennem sokan, még lehet a saját apám se, valaha lesz ebből a gyerekből valami. Nekem nagyon sok erőt adott ő is. Belegondolsz, Annyira gyönyörű szinten művelik a nyelvet sokan. De mondhatnék egy Vörös Sándort is, akit mindenki csak a gyerekverségeiről, pedig, pedig nagyon hát nem. Itt Pont az előző adásban jegyeztem meg, hogy szerintem a te vagy talán a 34. körülbelül vendégem, vagy 35. <laughs> hogy eddig képzeld el, hogy talán Vörös Sándorból volt a legtöbb, és nem a gyerekversek. Hát aki az irodalmat Igen. egy kicsit jobban műveli, szereti, ők előbb-utóbb valahogy rátalálnak. Ugye? Igen. Ugye egy, egy, egy zseni, de, de ott van, ott, van, a, ott van a Dezső. Fantasztikus, Radnóti. Tehát világ szerelmes verse, elrejtettelek. Ugye ezt, sokan azt mondják, hogy mert már, már láger de hogy is azt 42-ben írta, akkor még az ő messze nem, nem ment munkaszolgálatra, de ezek fantasztikus elmék, érted? Én, én csodálom őket. Nyilván is próbálgattam egy verseket írni, járának sokat, meg van is egy, van is egy Instagram oldal, amit senki nem tud, hogy én csinálok. <laughs> Itt igen, van egy titkos uh, verses. Igen, igen, igen. Azt nem lenne. tudják, hogy ezt én írom, és tök, tök, tök jó. Bepromoz? Nem, nem, nem kell. <laughs> De annyira nem jók azok a versek. <laughs> e, igyekszem. Uh -huh. Én úgy gondolom, hogy az, hogy az embernek van egy szókincse, az nagy mértékben köszönhető a szép irodalomnak, és nyugodtan ide sorolom a ponyvát is, mert hát én nem... Azt is lehet szépen csinálni. Igen, nekem például a szívfájdalmam az, hogy rendszeresen a, a akit én imádok, szeretek, az rendszeresen ugye ponyva regényezik, már csak a műfajából hát, talán most már egyre kevésbé. Pedig nagyon nem. Nagyon nem, igen. Pedig nagyon nem. Én. Nagyon nem. Mélységes, mély életigasságok vannak ott most a, a vondatokban. És a Pilinszkivel is ilyen a viszonyom, mint Radnotivál meg a zenével vannak pillanatok, amikor betalál uh -huh. pontosan, és ad egy útmutatót, vagy leírja pont azt, ahogy, ahogy te érzed magad, és az apokrif például, nyilván nem tudom, az egészet borzasztó hosszú, de, de, ez az egy rész, ez, ez annyira megmaradt, mert fantasztikus szimbólum, hogy tényleg semmit nincs, ahol tényleg nem volt semmim egy, egy, egy sövény meg egy kávéscsészta készlettel vágtam neki a világnak, hát Pilinszkinek volt árnyéka, meg botja. És a bot, a bot az egy fantasztikus dolog, mert ugye a botra nem csak támaszkodsz, hanem azzal ütni is. Tudsz. Meg van mert meg van meg vagy bélyegezve, és van egy rabruhád, de akkor is szembe mész mindennel, és nekem ez egy hatalmas motiváció. És hát megnézed, ezeknek az embereknek egyiknek jó volt egy vidám hű, de jó élete. Hát Pilinszkinek se. Hát ez az. Ez az. De mondhatnám, a, a, én nagyon szerettem szerettem Őzikét, Isten te ő, Ős Zsolt, Vidámpárk, Őszi Sanzon, fantasztikus, uh -huh. jó dal az is. Hát ő se volt egy pozitív uh, életút. Ezek ilyen nagy gondolkodók. Nagy gondolkodók voltak, és mester ilyen művelték a nyelvet. Szóval nekem a, nekem a pilinszki az így nagyon közel áll Aha. hozzám, de hát nyilván az ember beül egy ilyen szép napon, mint a mai, nincs is tél szerintem, visszajössz úgymond a, a körforgásba vidékről, és jó kedved van, ki vagy pihenve, érzel magad be egy kis energiát, ami nyilván három napig tehát <tosz> szóval, szóval ugyanott vagy, de de nem okvetlenül van most uh, ilyen hangulatom, de de a Tiltott csillagon az egy nagyon-nagyon kedves, uh, kedves versem. Nagyon erős, ha belegondolsz. Mi... Hát uh, most uh, szerintem uh, meg is kérlek, hogy ismertest a, a, a verset. Uh, annyit előjáróban, hogy uh, hát hol Tiltott csillagon, hol Tilos csillagonként uh, emlegetik, és... Uh... Ezt például látod, nem tudtam. És hajlok a fele, hogy a tilos csillagon lenne a. Az lenne a helyes? A helyes. De maximum majd bekommentelik, hogy miért nem. Hát nézd, de, de ugye én... a, a, az első versor is. Hát az tiltott csillagon. Tiltott csillagon igen. születtem. A Ehhez képest a, tilos csillagon, de mindegy is. Ezen, ezen, de mindegy. ezen ugorjunk. Szerintem ennyi, ennyi laufot hagy benne ő is. <laughs> Szerintem is. <laughs> Nagyon sokszor én például imádom Latinovicsot hallgatni, amikor szavált. zseni. Hú, de utálják. <laughs> igen. Hát igen. Szerintem ez is zseni. A modorossága meg a... Ah, ugyan. Az? Beszéltem még a Füzi Gáborral, talán még él az öreg, ugye az utolsó magyar bárzongorista, uh -huh. a kis pipacsba kis Pibács, Bagábi bácsi, egy zseni, Zsüti írta még a dalait, és ő mesélte még, annak idején voltam egyszer ott, egy fantasztikus hely, mai napig megvan. Ő mesélte még, hogy milyen volt az, amikor lejöttek a nagy művészek mm -hmm. előadás után. Ugye az ez egy ilyen esti bár, egy éjszakai mulató volt, nem volt akkoriban sok. És amikor lejöttek, ma kicsit kapatosan, a művészpresszó után lementek a, a, kis pipácsba, azt hiszem, akkor így hívták, vagy piros pipács, nem tudom, és amikor a Latinovics szavált, akkor ez a szedetvedett briganti társaság mindenki csöndben volt. És nagyon sokszor Vörös Sándor szavált a Latinovics. Hm? Mindenki bekussolt abban a pillanatban, <laughs> ez egész bárba úgy, ahogy voltak. Én szeretem. Erős karizma egyébként. Hát de figyelj, most basszus, hát nézd meg ezeket a színész óriásokat. Hát vagy akár egy, egy, mit mondhatnál zenészeket is, egy, egy jó Máté Pétert, vagy, vagy, vagy a Pál. Nyilván sokat vettek rajta, ó, oh, Szécsi Pál, de most képzeld el, hogy ez nem Magyarország, hanem ez Olaszország. Persze. És akkor megjelenik egy ilyen barkós, nabbarnított, nyilván valamennyire, nyugodtan kimondhatjuk, hogy, 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 hogy volt benne cigánymér, és minden. egy rohadt jó kinéző srác, eddig kigombolt nagy galléros sejem bet figyelj, hát ez világsztár. Hát világsztár, Persze. és még hangja is van. Így van. Hát úristen, ez egy isten volt ez a csávó. Hát ez, igen, és ez, ez, szerintem... Még a Twitter, meg az Instagram előtt, hát ha akkor van, hát akkor neki most szobra áll, érted? Budapest közepén, és a villogunk. Nagyon, villoguk, Na nagyon sok művészt és alkotót Foszt meg a nyelvünk a világsztárságtól, miközben ad egy olyan ö, rettenetesen szertágazó és izgalmas eszközt. Is. Tudod, mi bánt engem, hogy elfelejtjük őket? Ha nem tudjuk megértetni, meg átadni a mai generációknak azt, hogy, hogy miért jó lemezek a katonák lári titkaim. Uh -huh. vagy, vagy miért volt jó énekes egy, egy szétsipál, vagy, vagy miért fog hiányozni a presszerpici, ha egyszer elmegy, Isten ne adja, de, de hogy ezt nem tudjuk átadni, hogy micsoda, a világ lesz szegényebb, érted ezáltal? Vagy hogy miért hiányzik egy Radnóti, egy Pilinski, egy Tandori Dezső, egy, egy Ős Zsolt, hogy nem tudjuk nem tudjuk átadni nekik a súlyát ezeknek az embereknek. Ahhoz oh, csak egy kötelező olvasmány, A faszt! Egy, egy Pilinszki, meg egy Radnót, ez nem egy kötelező olvasmány. Az a, az a, az a kincsünk, az a nyelvünk. Az a... Hát máshol van a fókusz most már. Hát GVMM meg Azarian. Igen. Az a baj. <laughs> Na mindegy, ez csak az én privát vélemény. Na, hát nem baj. Azért jöttél ide, hogy elmond. <laughs> Biztos vagy. Na, hát figyelj, akkor így. Uh, Latinovics után. <laughs> menjünk bele a tiltott csillagom, vagy a menjünk, menjünk bele, igen. Jó, hát. Uh... Nehéz ez, most át kell szállni, tudod, mint mind, a rége vers mindenkinek, de azt hiszem, az úgy van, hogy egy tiltott csillagon születtem, a pártra űzve ballagok. Az égi semmi habi elkápp, játszik velem és visszadob. Nem tudom, miért vezeklek, itt minden sziszzenő tálny, ne fusson el ki lenne a párton, a süppet párton rám talál, és ne fétesem, ne fuss előlem. Hogy is van, már ne fétesem, ne fuss előlem, Eh, inkább, inkább csi. csitítsd a szenvedést, csukott szemmel szoríts magadhoz, az a legszebb mondat, szoríts merészen, mint a kést. Légy vakmerő, ítétiédnek, mint holtak lenne az éjszakád, vállát segítse gyönge vállam, Egyet, magam már nem bírom tovább. Én nem akarom, kívántam megszületni, a semmi szült és szoptatott, szeres sötéten és kegyetlen, mint halott, az itt hagyott fantasztikus bezen. Érted ezt, hogy szeres sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott. Mert hogy szeretette azt, akit, akit, elveszítettél? Valahol ez egy nagyon szomorú dolog, sötét, mert haragszol, hogy nincs itt. És kegyetlenül tudnád ölelni, szeretni, ki akarod kaparni a földből. Meg ez a, ez a, le, írhatta volna azt, hogy lehúnyt szemmel szoríts magadhoz, nem, csukott szemmel szoríts magadhoz, mert amikor csukod, akkor erőből csukod a szemed. Csukott szemmel szoríts magad, szoríts merészen, mint a kést. Mikor, mikor baj vagy, és a késbe kapaszkodsz, hogy akkor most te minden. Gyönyörű ez a vers. Még akkor is, ha ma kincs a nap, és akkor jó kedvel is, érkeztél. Hát, igen, de, de ez egy... Bevisz. Be, be. És a, a talány. Hát mi sziszeg hmm. a kígyó? Minden ő találmány a fövenjen a, a parton. Nem tudod, hogy miért vagy ott, nem akartad. Valaki bekapaszkodnál, mennél előre. Á, de ez. Ez, ez a vers, ez maga a lét fájdalma. Ha nagyon így össze szeretném sűríteni két Amikor szóban. Megpofozott nekem. megpofozott az élet már egy párszor, és én ezt látom, uh -huh. és én ezért, ezért, ahogy ezt Spilinski le tudta írni. Nagyon kevesen értik ezt meg. Ahogy ezt Pilinszki le tudta írni, én ezt nagyon átélem, a Sok bofont kaptam az élettől, és, és és még akkor is valakit vársz, aki, aki majd szorít téged, merészen, mint a kést. Mert te egy kés vagy, aki meg is vág, de meg is véd. Uh -huh. Megételt is ad, de el is veszi az életed. Borzasztó erős. Imádom. Nekem ebben azért benne van a magány. Benne. Euh, meg az, ami egyébként Pilinszkit ugye többször, vagy hát folyamatosan foglalkoztatja az a fajta magány, ami a, a, a létezéssel együtt Amit jár. keresek én itt. Igen. Én ezt látom benne, és nagyon sokszor megkérdeztem én is magamtól ezt, hogy nem, nem bármennyire is vagyok társas lény, nagyon nehezen találok társat magamnak belül nagyon sok döntést egyedül hozok meg. Nem, én nem szeretek segítséget kérni senkitől, inkább beledöglek. Uh -huh. Ezt tudja nagyon jól a kedvesem is. És elfogadja? Próbál. Na, nehezen. Nehezen. Próbál. Próbál mindig, de nem. Én nagyon ez, ez lehet, hogy a, a, a református nyakás felvidéki palótságból ered, vagy valami, de nekem nagyon cink segítséget kérni. Mert akkor azt érzed, hogy, hogy az erőd elveszített, hogy gyengének I igen. látnak? I igen, hogy de nem, de maszki nem ár. Én nem, nem hú, nagyon, nagyon, nehezen kérek, kérek segítséget. De biztos, hogy volt jó tapasztalatod, ha Persze. mégis kaptál segítséget. Persze, ettől Meg gondolom, sokan, adni is szoktál segítséget. Én nagyon szívesen segítek, ha tudok. Sokan segítettek nekem is, de ú, mindig nehéz. Rossz, nem szeretem nem szeretek rászorulni. Ez, az, ez a jó szó. Uh -huh. Nem szeretek rászorulni más segítségére, nem tudom, hogy a büszkeség mondatja ezt velem, vagy, vagy mi, de próbálok mindent magam, magam, magam elintézni. Nem magam gondoltam gondoltál még arra, életen, hogy egyébként ez ezek... pszichológiai eset, vagy biztos? Ja, persze, biztos, aki nem az. Senki sem normális. Senki se normális. Szóval, hogy egyébként egyensúlyba szoktak ezek kerülni, ha másért nem is tudat alatt az ember szívesen hálálja meg azt, amit kap, meg egyébként is minden kb. egyensúlyban működik a világban, hogy a te... Majd egyszer a végén. <laughs> Majd egyszer a végén. Igyekszem azért úgy élni az életet, én hiszek a kármába, engem mindig megbüntetett, amikor valami olyat csináltam. És amikor már megteszed, már tudod, hogy ó, ennek meg lesz a bőtje, és uh -huh. meg is lesz. Mindig. Hanem a következő nap majd idővel, de tudni fogod, hogy na ezt azért kaptam, mert. Uh -huh. De igyekszem úgy élni ezt a, ezt az életet, hogy hogy azért adjak is. Valahogy legalább az a két-tal egyensúlyba legyen, legyen hogy, hogy nyerjek még ott időt, mikor gondolkozni kell, hogy most akkor hova, hol végezzük ha hiszünk abba, hogy van túlvilág, meg pokol, meg mennyország. Nem voltam, nem, nem éltem mindig a törvénybetűje szerint se, meg nem voltam mindig olyan, akire azt mondják, hogy fú, ő egy jó ember, mindig segítőkész voltam, akinek tudtam, segítettem, de azért volt egy öndestruktív része is az életemnek, amiből most már szerencsére úgy látom, hogy ki tudok mászni, de nehézám, ám, mert ezer szállom visszahúz, de sokat segítenek a gyerekeim, meg a, meg a, meg a, a környezetváltozás, meg minden. Sokat segített a volt feleségem is ebben, de másokat de, nem károsítottál, ö, ö, vagy de? Nem, nem. Mert most te azt mondod, ön destruktív azt oké, okay, azt elhisszük, elképzeljük. Szándékosan nem. Akkor tudok bántani valakit szándékosan, hogy ha a rá okot. Nem, nem, én megbocsátok, de nem felejtem el a dolgokat. Uh -huh. Meg megtanultam már leépíteni magam körül azokat az embereket, akik nem adnak hozzá, csak elvesznek. Az elevantirokat, az, a a az életerőpontokat, elszedőket, és ezt hívják úgy, hogy pökhendi vagy. Ezt hívják úgy sokan, vagy ezt gondolják sokan annak, hogy nagyképű vagy. Nem, én nem gondolom, hogy nagyképűbb lennék, mint voltam, egyszerűen csak megtanultam azokkal körbevenni magam, hogy törekszebb rá bocsánat, nem tudom, hogy megtanultam, csak törekszem el, hogy olyan emberekkel vegyem magam körbe, akiktől akiktől kapok. Engem építenek, jókedvel, vidámsággal. Jó. Igen. Uh -huh. Negatív emberekből nagyon. -nagyon azt vettem észre, is akár ez ezekben a beszélgetéseken keresztül is, hogy azok igazán boldogok, vagy érzik jól magukat, legalábbis a bőrükben, akik elérték azt, hogy olyan emberekkel vegyék magukat körbe, akik őt nem lefele húzzák, hanem emelik. <laughs> és nyilván lehetne, lehetne ezt úgy is csinálni, hogy hogy az embernek több pénze legyen, hogy ismertebb legyen, hogy ott ugráljon a, a, a képernyőn. Meg volt rá a lehetőségem nekem, és köszöntem, és azt mondtam, hogy nem. Mert nekem ez ennyit nem. Én nem akarok. <laughs> nem akarok. Még sok pénzé se. És ezt üzenem mindenkinek, aki esetleg hallgatja ezt, az adás, hogy a reality show nem hova oh, szerepelni, de a továbbiakban sem. Vele? Nem, a továbbiakban sem. Majd ahol esetleg zenészekkel kell együtt lenni, vagy, vagy, a, vagy a könyvekről beszélgetni, mm -hmm. vagy ilyesmi. Ott nagyon szívesen. Jó, nekem egy ilyen egyébként nagy vágyam lenne. Látod a nézőközösséget. Igen, az. hát valószínűleg ezért nincs egy darab sem. Bár azt hiszem, hogy talán, hát nem is tudom, amikor régen, van lehet, hogy már van tíz éve is, a Franc tudja, Szerintem nem Magyarországon, de most inkább nem kísérletezek, hogy visszaemlékezzek rá. A lényeg az, hogy egy olyan beköltözős realityt csináltak, ahol mindegyik bent lakó a saját hitének és felekezetének egy jó ismerője volt, vagy egy lelkész, vagy egy rabbi, egy imám, vagy nem tudom Tehát, hogy ilyen, de fiatalokat, de, de akik, akik vallási periférián, vagy a saját alásában, de nagyon izgalmas. Hát igen, érdekes. és akkor legyen ezzel beugró, hogy és bordáid lágyivét is, oly hűvesen csodálom, mint aki megpihent, mari lélegző csatak. Ilyet hogy lehet írni már? Érted? Hogy, hogy, hogy jut ilyen eszedbe, és ezt így, és így, így, így folyik a szó, és, és adja magát egyik, hogy ez egy Radnóti is egy istenet, és volt, hogy imádom. Szerintem az egyik legszebb szerelmes vers, amit valaha írtak. Uh -huh. Valaha, ever, az összes nyelven a világon. Nem? Rejtettelek. Hát biztos. 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 És tudod, Nem ismerjük az összeset, de... De, de, a, de amit ez, ez ismerjük, ez, egy top. top. Gyönyörű az egész. Gyere hideg kirázz, Gyönyörű. <laughs> gyönyörű. Na, elkalandoztunk, de az nem baj, mert ez a műsor már csak ilyen. És <laughs> hajlamos most az, hogy hirtelen... Ség... Hajlamos vagyok rá, hogy ezt elfelejtettem. Ja, nem, én meg hajlamos hagyni. Viszont most, most visszaerőszakolom magunkat oda, hogy, hogy milyen, milyen, területek azok, amik, amik téged még érdekelnek. Tehát jártál zeneiskolába is. Ott hattam a, a az arab előtt ott attól függetlenül, hogy jó tanáraim voltak, mondom ezt most már így 43 évesen, akkor, akkor én nagyon nem értettem egyet a Jan Sebastian Bach képviselte vonallal, mert apám otthon Led zeppelin játszott meg lgt az ongorán. Én azt akartam. nagy volt a gap. Hát nagy. Hát nagy. <laughs> nagyon nagy volt. É, a volt egyszer egy vagy nyugattal még koncerten is voltam, ugye a, 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 alap mind theme, azt úgy mondja az angol, azzal és hosszú évek után tértem vissza, tértem vissza, hát kezdtem el megint klimpirozni, van is zongorám most is, és a gyerekeim kedvéért, meg a magám kedvéért is így elkezdtem így akordokat tanulgatni gitáron. van uh -huh. is egy pár gitárom, és akkor így, de hát ezt nem nevezném gitározásnak. Majd most a Major Norbi barátomtól akarok tanulgatni, mert ő egy nagyon ügyes, a Malboró mennek a gitárosan a Norbi, nagyon jó játszik. És én, én azt szeretem, nekem a zene, a vers, a film, minden, ami kreatív, ahol megvan a csatornád arra, hogy átadj valamit, nem is, hogy magadból, hanem ott taníts, vagy megmutass alternatív dolgokat az embereknek, és ha már csak ketten megértik is, már a már nyerté, nekem az jó, szeretem ezeket a csatornákat. Ez az, hogy alkotó ember festeni vagy... nem tudok, sose tudtam. Jó, grafitisztünk hát, tud. régen, azt is le kellett vakarni, mert elkaptak a rendőrök, de de mindegy, de, de, én ezeket én szeretem. Én a monoton tűrésem borzasztó rossz, mert nem bírom a monoton dolgokat, ezért nem is volt valószínűleg soha olyan munkahelyem. Én becsülöm, sőt, én felnézek arra, aki képes. Igen, ezt a ne? Az nagyon kemény. Az, az én, nekem, én ezt nem bírom, ahhoz, hogy enyém vagyok. Egyébként én is millió dolgot csinálok, pont ezért. Igen, tehát, igen, igen, mert igen. És nagyon jó, hogyha ugrálok egyik helyről sínről a másikra, mert eltereli a gondolataidat, uh -huh. és amikor egy picit, tudod, van, amikor már nagyon beleásod magad egy problémára, annyira, hogy már nem látod a szélét, akkor ki kell belőle lépni, el kell kezdeni mondjuk egy egy tetőt összerakni, vagy egy magas ágyást, és abból majd kicsit kitisztul a fejed, és akkor újra látod azt a problémát. És gondolkodt is közben. Lehet, hogy nem is tudatosan, de tisztul a tisztula. És így beugrik valami, uh -huh. hogy basszus, hát miért nem így csináltam? Te és most mert nem hagy nyugodni, hogy egyébként van egy titkos Insta vers oldalad is, <laughs> hogy azt, azt mikor, mikor, mikor van az a pillanat, az ihletettség, amikor leülsz és verset írsz, egyáltalán hogyan írod? Random, random, nagyon random. Például, amikor a Tandori Dezső meghalt, az, az kicsit így megütött, mert hát olyan, mint a Chuck Berry, hogy úgy meghalt. Ért még? Vagy de tényleg, hogy ilyen, ilyen, örök dolognak gondoltad. És akkor hmm. kiírták, ki hogy meghalt a Tandori Dezső. Hát, hogy? Érted? <laughs> Érted? Nem nem <laughs> lehet. Mit csak beri, hogy hogy? Hát ezek így vannak. Igen. Ezek a dolgok. És akkor ott például ott, ott, ott megütött, és akkor írtam egyet, hogy hogy most olvasom, hogy Dezső, te is látod, de szár leírni, ilyen bósápká, de halál leveri, őszeszed, felszáll, elterül, céd út fog majd alá, ránkom lasz, majd nem leszünk egyedül. Az a tücsök hegedű, rossz lett, de tudod -e ezt. És akkor ilyeneket, ezek, ezek így érdekelnek engem, és nagyon hangulatfüggő. Nyilván, mikor az ember szerelmes, vagy, vagy, érzelmileg, érzelmileg fel van spanolva, vagy fel van uh -huh. kormácsolva, akkor adódik, de, Sokszor, sokszor. Amikor, amikor nem a Pilinszkit olvasom, hiába nem, nem, nem innen olvastam, mert szégyen szerintem, hogyha nem fejbe mondja az ember, ezért is bakisztem bele, akkor, akkor van is, hogy kiírom magamból. De akkor általában néha írok blogposztot is, meg ilyesmit is. Van egy-két részlet a könyvemből, egy ilyen novella részlet, amit kiraktam, azt tetszett az embereknek, de, de nem akarom én ezeket még közkincsét enni, mert nem gondolom elég jónak őket. Úgy vagyok vele, mint, minden Anthony Hopkins, aki írt egy gyönyörű szép keringőt, és soha nem hallotta senki, amíg André Rieu el nem játszotta, azt hiszem, Brazíliába vagy valahol, és gyönyörű az egész, és azt ő, ő írja, uh -huh. meg ő hangszerelte, és ott sírt a nézőtéren. Na, és azt gondolod, hogy esetleg a tiéd is ilyen? Nem hiszem. <laughs> nem hiszem. Hát de Én ezért, ezért csinálom ezt így anonim Figyelj, módon. Figyelj, íráskészséged van, azt már bizonyítottad, most már akár ebben a műsorban. Kevés vagyok én ehhez. Aha. Figyelj, ehhez Pilinszkinek, meg Radnótinak kell lenni. Vagy hát értem. ahhoz ki nem kevés arra Na, ugye, de, hogy, de, de Akkor hogy... nem írna már senki. Hát, <laughs> jobb is lenne. Hát. Mondasz valamit. Minden meg lett váírva szerintem, amit meg lehet. Hát igen, de meg közben, közben, meg az is van, hogy mindenkiben van egy könyv. De, én, de én nagyon örülök neki, hogy, 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 Magyarországon iszonyú jó kreatív emberek vannak, születnek fiatalok közül is. És nem csak okvetlenül az irodalmon keresztül nyilvánulnak mm -hmm. meg, hanem, hanem startupokat, jó ötleteik vannak, csinálják. Ez egy, annak ellenére egy egy nagyon okos buzgó közeg, hogy nem kéne annak lennie, ha így a, a, a közhangulatot nézed, és mégis. Lehet, hogy azért, mert inspiráló Én a kö... inspiráló, a... Vagyunk. A... inspiráló a közeg. Nagyon sok jó emberrel találkozom, hál' Istennek a munkával kifolyólag ügyes srácokkal, akik tényleg a világ élvonalában vannak, sokan nem is tudják, hogy itt járnak közöttünk, és uh -huh. fantasztikus dolgokat csinálnak, hogy megmutatják, hogy nézd az ilyen, hogy ez nem hiszem el Igen Ilyen is van. Igen is van. És itt mi? Hát csak innen nehéz kiugrani. Tehát ez viszont a másik probléma nekem volt, több startupom, meg ugye most is van. Hogyha ezeket, bármelyiket a, persze gondolom én az USA-ba csinálom. Minden meg Minden attól függ, hogy most félig teli, vagy félig üres a pohár. A Szenegálból is indulhatna, onnan nehéz. Vagy Gambiából. <laughs> szóval és mindig az... erre, én ezt nem szeretem a magyar mentalitásból. Ez a, nekem ez úgyse sikerülhet. De meg se, el se jutsz nem, szoráig, meg, hogy meg, meg, próbál. meg, Mindenképpen meg kell próbálni mindig. Nem szabad, szóval? ez emeljük már fel a fejünket egy kicsit. Hát, na, ne, ne, essünk át a másik oldalára, de azért legyünk már büszkék arra, amit el tudunk élni. El lehet. Hát sok, sok példa is van rá, hál' Istennek. Van, van, van. És mi újság a te házat tájékán a Speed amit... Mentő kérdés, szép. <gül> <gül> ugye, ugye, ugye? Látlak, ismerlek, jó van. <laughs> ami, ami jó. épül, szépül, növekszik, ki tudja meddig és merre. Ez egy jó kérdés. Egy dolgot tudunk biztosan, hogy előre akarunk menni mindenképpen, mert azt látjuk, hogy ha helybe járunk, akkor akkor gödröt állszunk magunk alá, vagy járunk magunk alá, amiben nem tudunk aztán kimászni. Erre volt példa, pont, pont elég. Ugye én emögött látom a, a, a totálkárnak is a vesztét hogy elhittük, hogy hűden nagyok vagyunk, és mi vagyunk a legjobbak, és akkor ezt nálunk vidéken úgy hogy mi vagyunk a csalifaszú nagy Janik, de, de nyilván ez nem így van, ezt nem szabad elhinni, mindig ötletelni kell, ehhez persze pénz is kell, azt elő kell teremteni, és akkor innentől kezdve meg is van a feladat. én úgy gondolom, hogy az a média termék, meg az a brand, most már mondhatom ezt, hiszen én egy oltalom alatt álló brand vagyunk, meg van mindenféle dolgunk. Ez is egy startup volt tulajdonképpen, még akkor, amikor nem így hívták, amikor ezt elkezdtük csinálni. Azt látom, hogy amíg azok az emberek, akik ott vannak benne, effektíve, szorgos hangyáként ide értem magamat is, meg lényegében mindenkit, azt a 10-12 embert, aki ezt csinálja, azok beleteszik a saját kreativitásukat, ez nagyon-nagyon fontos, fú, de nagyon fontos. És meg is van a táptalája annak, hogyha valaki jön egy ötlettel, akkor nem az a jó, ez fiesék, hanem ó, próbáljuk meg, csináljuk meg, addig jó, addig tudunk újat mutatni. Szeretnénk, tehát az utóbbi pár évben, már törekszünk, az utóbbi két évben, hogy kicsit nyissuk az ollót. Nem csak az autók vannak a világon, hanem rengeteg, rengeteg fajta érdekes ember, nagyon fontos, érdekes dolog, cég, összerakta, megcsinálta, nem hát szél magától. Mutassuk meg, mutassuk meg őket, mutassuk meg a többi dolgot is. Egy kicsit ilyen Discovery Channel-es uh -huh. sztorit szeretnék belőle, legalábbis én, mint főszerkesztő látni, ahol ahol tényleg nem csak az autók vannak a fókuszban, mert én azt látom, hogy, a, hogy az autózás, mint olyan, egyre inkább kezdi elveszíteni azt a nem is a súlyát, hanem azt a hype-ot, ami, ami itt 50-60 évig azért év mögötte volt. Nagyon van szabályozva, drága, Viszont van nagyon sok más dolog, ami érdekli az embereket. Legyen az technikai rész, hogy jó repülőgép, akármi, de próbálunk, próbálunk mindent megmutatni, semmi olyat, ami minket nem érdekel, hiszen arról tud könnyen beszélni, meg abba vagy benne, ami ami a hobbid. Köszön. Legyen az a sportlövészet, legyenek azok a haditechnikai részek, vagy akármi hogy egyre inkább próbáljuk ezeket a dolgokat is becsempészni úgy a tartalom folyamba, és én azt látom, hogy aránlag, aránlag sikerrel. Próbálunk egy ilyen menszkév, egy ilyen fiú lenni. Mert nem látom azt, hogy lenne ilyen. Eljön még a barkácsolók ideje, hidd el. Nem mindenki lakik lakóparkba. Én azt látom, hogy vannak még, és egyre inkább lesznek olyanok, akik, akik otthon valamit ők akarnak, akik teremteni akarnak. Hát meg megőrizni. Pont a legutóbbi adásban Herceg Zoli volt itt, és vele hosszasan beszélgettünk arról, hogy dolgokat meg lehet javítani. Tehát nem kell kidobni és újat venni. Kell. Hát figyelj, a, 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 a hipster kultúra, én úgy gondolom, hogy az a, az a meleg ágya a személygyártásnak ez a dobd el, legyél menő, vegy meg az újat. Mm. Ez a meleg a személygyártásnak. Hiába vagy te közben, ez környezetudatos, meg minden. De mindig veszel, veszel, veszel a régi dobot, az, hogy elajándékozod, akkor majd ő kidobja. Az nem egy megoldás. Én is ezt mondom, hogy, hogy használjuk a régi tárgyakat, illetve gyártsunk kvázi szemétből valami olyat, ami aztán örömet okoz. Nem vagyok én nagyon konzumidióta. Persze, nyilván hogyha valami olyan van, meg mi is rengeteget visszaforgatunk például technikai eszközökbe, a cégbe is, de az kell is. Az kell is. Nagyon szeretném, hogyha, hogyha ezek a dolgok újra meghonosodnának, és azt látom, hogy vár rá igény. Van rá igény. Mert egyre drágább lesz minden... Na, pont ezt akarom mondani, azért a sem, a végtelenség, igen. meg a terhelése a környezetünknek és nem vihető a végtelenség. Meg mondok egy példát, nézzünk most Tudod, mennyiért csinálnak meg neked azt, egy 10 négyzetméteres terasz? Millió forint. Meg tudod csinálni magadnak. Utána kell olvasni, ha úgy csinálod, ahol le van írva, működni fog. Itt ott belevágsz a kezedbe, meg ú, valahol vissza kell bontani, de a végén megcsináltad. És milyen M jó lesz. Ötöd annyiból. Érted? Milyen És ezt meg lehet mutatni. nézni. <laughs> igen, igen. Hogy egy kicsit, kicsit erre felé, a, a, a fiús dolgok felé, hogy ne, ne jussunk már oda, hogy, hogy, ott áll a 23 éves vagy 24 éves szomszéd az ájtomba, így a, az indítókábel, azt mondja, hogy Pista, gyere már, tudod, hogy kell lesz használni, amúgy, nem áll. <laughs> És de. Hogy Jó, tehát egy akkor... Igen, Hát én, én, ezt, én ezt nagyon adom, ezt nagyon támogatom. Tényleg nem nagyon találkozunk egy hasznos férfi magazinnal. Mert férfi magazin az nem arról szól, hogy merre fésült a hajad, mert amban mondjuk eleve én nem sokra megyek. Másrészt az, hogy milyen, Igen. milyen öltönyben Igen. és hogyan kell megjelenni. Az is fontos, mert azt se tudják, hogy... hogy hát milyen, milyen inkhez mit vegyél, hogyan csináld meg, hogy mindig jó álljon a, 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 gallér, meddig érjen az ing, meddig. Alapdolgokkal nincsenek tisztában nagyon sokan, amik azért szerintem fontosak, főleg, hogyha olyan helynek uh -huh. helyen akarsz megjelenni. Ugyanakkor én sem gondolom azt, hogy a férfi magazinnak arról kéne szólni, hogy teszteltünk tízféle bajusz zselét, vagy pomádét, mert már nem áró, hanem Igen. tanítsuk. Hasonlít csak egy... össze a két, 5 millió forint Orát. Igen, tanítsuk meg gérbe vágni az embereket, hogy tudja otthon belampériázni, érted, a, a, a házsárkát, vagy valamit. Hm. Én inkább ezt ilyen praktikusabbnak gondolom, hm. és nyilván ebből sokan azt gondolják, hogy prostó vagyok, meg egyszerű. Mert, mert de oké, okay, gondolják ezt. Hát nem Én... egyébként. De, de sokan így vannak velem, mi tudjuk, majd kifizetek valakit, aki megcsinálja. Na, hát pont ez a baj, hogy előbb-utóbb elfognak azok, akik csinálják. Hát már nagyon fogynak. Nagyon, nagyon. Hát figyelj, nálunk felvidéken régen ugye az agyagozás az ment. Hát találta minden harmadik faluba valakit, aki tudott rakni kemencét. Uh -huh. Próbáld meg most milliókat elkér, majd jövőre, hogyha lesz ideje, akkor rak neked kint egy, egy, egy kemencét, mert tud vetni, meg tud vályog égetni. Eltűnnek olyan mesterségek, amik nálunk itt tűnnek el, tőlünk nyugatra, meg külföldön, meg most élik a reneszánszukat. Mindenki otthon agyagozik, épít, egy kis fa, egy kis ez meg az, mindenki elvégez egy asztalos tanfolyamot, hogy legalább egy, 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 egy budit, egy kerti budit, vagy egy ládát, egy szerszámos ládát tudjon összeütni magának. Uh -huh és keresnek vele pénzt. Nálunk ez minden megvolt. Nekem nagyon fáj az, hogy, hogy eltűnnek ezek a, ezek a fájt, Mert azért, mert rengeteget foglalkoztunk velük még a spektrumos időkben, mikor oda csináltunk sorozatot, kovácsokhoz lementünk. Uh -huh. Asztalosok voltak nálunk is a családban, volt barátom, aki, vagy van is, aki mai napig agyagozik, meg fest, meg gyönyörű, és ó, amikor, amikor a semmiből lesz valami. Na, no, az álma csoda. Hát az, az, az a legjobb érzés. De egy vers is ilyen. A vers is ilyen, igen. Amikor hátradőlsz, elolvasod, így kicsit leteszed a könyvet, aztán elolvasod még egyszer. Nagyon sok könyvet például én újraolvasok. Jellemzően a, én, én a rejtővel vagyok, így mindent megettem tőle. Még a tévedésbe jelentik, és mindent, 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 többször. Hát de mert az, az tud csinálni egy olyan hangulatot szerintem, legalábbis én mindig akkor nyúlok a rejtőhöz, amikor, Kért amikor egy életigenlésre van szükségem. Hát igen, mondjuk a csontbrigádban annyi nincs, vagy a menni, vagy meghalni van, de, de egészen elképesztő, és, és nagyon drukkolok, hogy végre legyen már egyszer egy olyan feldolgozása, bármelyiknek, Aha. amelyik arra érdemes. Hát még nem sikerült. Nem. Nem, én tudom, hogy van egy van egy projekt, már évek óta a Covid hátráltatja, az egy nagyon jó animált sztori lenne, ott a Piszkos Fred a trilógiának mondhatjuk azt, hogy Füli Jimmy trilógia uh -huh. környékén. Én abban nagyon szerették benne a szikrohang, <laughs> de nagyon nehéz megfogni a, a hangulatát egy tüskés van neked, érted, ahogy ő leírja, azt elég nehéz megrajzolni, meg a, meg a white, meg a suhancot, a zolmos bottal. Meg szerintem mindenkinek a fejében másképpen jelennek ezek meg, és ezért soha nem lesz elégedett senki. Igen, ez, nehéz. ez nehéz. Ez, a csodálatos, imádó, rejtők osztalány, és a hát ezek mekkora kapanyák voltak, úristen. <há> hát figyelj, akkor, akkor nagyon drukkolok, hogy legyen ebből egy jó férfi magazin, nem. Mert ha olyan minőségbe tudjátok, meg kedvel csinálni, ahogy az autostartalmakat, tartalmakat, akkor szerintem, meg hát eleve óriási közönségetek van, szerintem vevők lennének rá. Hát legyen, meg legyen jó kedvű férfi magazin, szóval ne boruljunk a saját kárdunkba már. Annyira nem szeretem én ezt a folytonos írást. Sokkal rosszabb helyek vannak a világon ennél, és inkább azt nézzük már. Ne azt, hogy lehetne jobb is. Hát egy érte. Hát meg van egy, van, ha van egy jó buborék, amiben az ember tud alkotni, mű, működni, akár szociálisan is létezni, akkor mi kell még? legyen így, legyen így, és remélem, hogy sikerülni fog, és remélem, hogy majd egy év múlva találkozunk itt megint, és akkor már hozunk majd egy, egy vidám hávilág rigó lenne, kötényemben ő fütyülne, éjjel-nappal szépen szólna, hávilág volna, de Világgrigó lenne, kötőnyembe el se férne, kötőnyem is onnan volna, A Grigó volna. Vörös, zseli, zseli, imádom. Vagy majd valaki hoz egyszer egy Vaj, vágy, vágy István. Ott. Hát legyen így. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szerintem jót beszélgettünk, és ez a Pilinszki is nagy találat volt. Köszönöm, köszönöm szépen. Még egyszer. Sziasztok. Ez volt a Hozz egy verset, Rimportré magazin, amelyet a Rádiókafén hallhattok péntek este kilenckor, és tíztől már a Youtube-on és a Spotify-on vágatlanul megtaláljátok. Költőmatát keressétek, vagy pedig a Hozz egy verset írjátok be, és meg fogjátok találni. Köszi a mai figyelmeteket is, sziasztok!